Sziasztok, sziasztok! Ma eladtam a házam a Livlián 2 hónappal hamarabb, mint reméltem. Nem lehet elfelejteni, írtam könyveket, illik ejteni. Lehet így, de ha nincs itt közös út, ábrányaid van, ott leszek. Na, jó estét kívánok mindenkinek, ha már nem lehet elfelejteni. Hát, van miről beszélgessünk. Amikor 2014-2015-ben kimertem írni, hogy Magyarországon urambátyám viszony van, akkor nagyon-nagyon sok embert megbotránkoztattam. Aztán, amikor volt az a juhász, akinek a földjét felszántotta Lölő ispán, majd kísérteties módon meghalt, illetve elütötte egy autó, akkor jeleztem, hogy baj van. Aztán, amikor a nemzeti földvagyont kiárosították, akkor már nem jeleztem semmit se. Mert akkor már tudtam, hogy égető a probléma. És azóta eltelt jó pár idő, jó pár év, olyan törvényeket hoztak, olyan törvényeket hoznak, amivel gyakorlatilag benneteket, bennünket megfosztanak mindentől, szolgasorsba taszítanak. Létrejött a 21. század vadkapitalizmusából a feudalizmus, grófok, bárok, cárok, királyok, ispánok, ezeknek a korát kezdjük el újra megérni, és ti még mindig otthon vagytok. Mindenki most az ispán rendszerre, illetve a vármegye rendszerre koncentrál, és egyetlen egy dolgot felejtünk el, hogy ezt megint egy olyan álcás törvény mellett teszik, és olyan törvényeket adnak be mellette, amelyekre megint nem volt példa.
vagyonnyilatkozatból kikerül a megtakarítás, az ingó és ingatlan vagyon. Ezt nem lehet közzétenni az ispáni rendszerbe, a vármegyés rendszerbe. Ehhez nektek semmi közötök nincsen, csináltok, amit akartok. Aztán van egy bújtatott törvény, és akkor el lehet gondolkodni, hogy ki a hülye, ahol az alaptörvényről, még alkot, illetve azon módosításokról, nem csak a 11. módosításról beszélek, hanem későbbiekről is, Kocsis Máté úr beírta, hogy nem lehet alkotmányossági panasszal, vagy bármi nemű ellenvéleménnyel rendelkezni. Ami azt jelenti, hogy 2022. június 18-án beadott papírunk a BRFK-ra volt a magyarság életében a legutolsó olyan dokumentum, amely az alaptörvényről, megalkotásáról, módosításáról valaha is született. És akkor mondjátok el nekünk, hogy bennünket nem figyel a politika. Lehet bennünket elítélni. Lehet bennünket hülyének nézni. Viszont azt nem lehet elmondani, hogy azok a lépések, amiket megteszünk, azokra nem figyel a politika. És egyszerűen nem értem, hogy mi kell még a magyarnak, hogy öntudatra ébredjen, mi kell még a magyarnak ahhoz, hogy rájöjjön, hogy palimadárnak nézik, hülyének nézik, az elvtársakból lett kollégistatársak, kollégistatársakból lett ispánok, mert itt nem azzal van gond, hogy visszatérünk egy olyan rendszerhez, ami valamikor Magyarországon jól működött, hanem arról van szó, hogy megfosztottak bennünket mindentől, és nincsen beleszólásod az aktuál politikai helyzetbe, persze a választás illúzióját eljátszák veled, nincsen beleszólásod a saját életedbe, hanem majd ők megmondják, hogy te mekkora szarba éljél. És amiről egyetlen egy ellenzéki politikus, egyetlen egy ellenzéki vagy kormánypárti média nem számolt be, ugyanezen törvénytervezettel be van adva egy olyan törvénytervezet, hogy a háborús országokból érkező menekülteket, ne is most kapaszkodjatok meg, mert ez magával fog benneteket ragadni, tehát elkezdem még egyszer, tehát a háborús országból befogadott menekülteknek gyorsított eljárásban adunk állampolgárságot és szavazati jogot, még akkor is, ha nem beszélnek magyar nyelven. Csak most mondjátok el, hogy én vagyok a hülye. A háborús helyzettel befogadtunk mindenféle jött-ment büdös trógert a nagy demokrácia jegyébe, akik viselkedni nem tudnak, akik idejönnek hőzöngeni a mi országunkba. Jó példa erre a kapuvári strand, ahol már a nyitás második napján biztonsági őröket kellett alkalmazni, mert ezek a koszos, tetves ukránok nem tudtak viselkedni. Tudjátok, erről nem szól a média. És akkor én ilyen embereknek hajbókoljak, meg az én adomból ilyen emberek legyenek zabáltatva a saját országomba, úgy, hogy a honfitársaimat kilakoltatják, úgy, hogy 300 ezer gyermek nem jut napi háromszori meleg étkezésre, vagy háromszori étkezéshez, de ezeket a trógerokat, ezeket a gazdasági menekülteket az én adomból kell etetni. Hát mondjátok el nekem, hogy normális ez a világ? Ezeket a jött-ment büdös trógerokat. Mert már egyszer zabáltattuk őket,
2015-ben, amikor kiítottuk a menekült szállásokat, hogy rohadtak volna meg. Aztán a nagy demokrácia jegyében a németek elkezdték őket fuvarozni. Akkor is a mi pénzünket tették. És akkor úgy csinálunk, mint hogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Mint hogyha ez olyan nagy demokrácia. Behozzuk ezeket a jött-ment rógerokat, ezeket a semmiházi, büdös, mocskos embereket, akik viselkedni nem tudnak, az én adomból, meg a mi adomból vannak itt eltartva, és majd akkor szavazgatnak. Úgyhogy egy kakunyi mondatot nem hajlandó magyarul megszólalni. Meg szavazgatnak. És tapsol a magyar. Magyar parlament. Az tapsol. Én nem tudom, mondjátok el nekem. Akár privátban is elmondhatjátok. Mert vezetni fogok hazáig, hogy mi kell még, hogy fölébredjetek? Tehát magyarázzátok már el nekem, hogy ebben az országban most tényleg mindenki hülye? Tehát azt se figyelik meg az emberek, hogy milyen törvények jönnek egymásra épülve. Az egy dolog, hogy diktatúra van. Az egy dolog. De hogy Orbán fején nem lesz korona, azt én garantálom. Bár augusztus 20-ára azt tervezik, de erről majd később. Nem hiszem el, hogy egy olyan dicső nemzet, mint ami valaha volt magyar, vagy hunok, mert a magyar ugye ez egy összefoglaló név. Mert itt ezernyi nemzetét, hunok, besenyők, jászok, szászok, avarok. Az mindent eltűr, hogy egy mocskos korrupt politikai csőcseléket szolgáljon. Ahelyett, hogy felemelné a fejét, kivenné a fejét a homokból, és a saját országát megvédené, nem a külső ellenségtől, mert utálnak bennünket Európában, mint a szart, hanem a belső veszedelemtől. Mi kell még, hogy egy olyan dicső nemzet, mint a magyar, az újra öntudatra ébredjen? Mert én nem akarok hajbókolni, meg majd egy tányér ételért dolgozni. De ahogy látom, nagyon-nagyon sokan ezt akarják, mert nem látják, hogy itt Hispániában mi fog történni. Elgondolkodtató a közönyünk. Elgondolkodtató, hogy beszélünk itt, sírunk itt a Facebookon éjjel-nappal, hogy mennyire szar az életünk, amikor tenni kéne nem teszünk, akkor mindenki elítél engem, hogy én nem álltam be a politikai pártok mellé, és nem ajvékolok az ilyen büdös trógeroknak, de majd mindjárt felolvasok nektek valamit, hogy nyissam a szemeteket, hogy vélekednek rólatok a politikusok, amiket most beszavaztatok ugye a parlamentbe. És most egy mi hazánkos jön, jó? Egy mi hazánkos, aztán majd jön egy másik. Mert már eddig vagyok levelekkel, kiszivárogtatott levelekkel, ami hiteles, jaj, hiteles, fel is olvasok belőle, hát szarok én itt mindenféle jött-ment büdös tróger politikusra. Fel is olvasok, idézek, sőt, még vállalom a bírságot, kiismerem rakni, bazd meg az önéletrajzát, érted? Az ilyen trógernak. Hogy beszél rólatok? Forris Eszternek küldjétek gyorsan ezt a videót, le ne maradjon róla Eszterünk, valahogy küldjétek el neki, mert róla meg van említve a levélbe. Róla, Gittegylet. Csak én ilyen halkan jegyzem ám meg, ilyen halkan. És akkor engem ítéltek el, hogy én nem állok be a politikai pártoknak. Mellé, mögé, elé, nem tudom mit kéne csinálnom velük. Ezt ilyen szerint összeset fölkötném. Az összeset, mert már nagyon-nagyon kezd teli lenni a hócipőm, meg a bugyrom.
És egyszerűen ugye eltűrjük, hogy minden fasz, minden jó. Eltűrjük azt, hogy kihasználjanak bennünket. Eltűrjük azt, hogy bevigyenek bennünket akár katonának. Eltűrjük azt, hogy beszolgáltatás alatt bármit elvehetnek tőletek. Eltűrjük azt, több csoporttag is jelezte, hogy polgármester saját hatáskörbe kisajátítja az ingatlant, és a piaci ár 20%-áért akarják megvenni a piaci ár 20%-áért is szerencsétlen ügyfeleknek, vagy itt csoporttagoknak esélyük nincs arra, hogy megvédjék a saját birtokukat, mert hát ott a kisajátítási törvény, de milyen ország az, ahol elmondom, járatom a pofámat a kisajátítási törvényért, és akkor azt mondja, hogy kit érdekel? Bazd meg, kit? Majd amikor ott állnak a te házadért, pajtás, majd akkor ajvékolni fogsz, meg vakarózni fogsz ott is, ahol nem viszkedsz. Majd akkor vakarózni fogsz. Mert azt hiszem, hogy itt Magyarországon az ébredésért én mindent megtettem. Azt hiszem, hogy minden egyes törvényt úgy mondtam el, ahogy az le van írva. Minden egyes törvényt úgy értelmeztem, ahogy ezt értelmezni kellett. Erről mindegyikről tájékoztattalak benneteket. Ja, az, hogy hozzád nem jut el az élő videó, hát barátom, mert aludtál azért. Az, hogy te azt tudod, hogy mit jelent az, hogy vármegyei rendszer jön, meg az alaptörvény 11. módosítása, az sem érdekel. De magyarázzátok már el, hogy milyen egy olyan ország, ahol 11 éve, 12 éve egy közjogilag érvénytelen alaptörvény által a magyart megfosztják mindenétől, és a magyar az otthon ül, ahelyett, hogy kimenne, aztán egy parlamenti ülés alatt rendet rakna, mert akkor az összes bent van, aztán kitépkedni őket egyesével, aztán kábelkötegelével hátrakötni a sarkát meg a kezét, az odabaszni a rendőr elé. Vagy éppen úgy, mint Romániába, a saját jogrendjük szerint elítélni. Mert Ceausescu a saját jogrendje által lett elítélve, és nem tetszett neki. Mert ugyanilyen jogrendet alkotott Ceausescu, mint Orbán. Ezt ne felejtsétek el. Aztán akkor nyugodtan ki lehetnám rakni a cipőjüket a Dunapartra. Oda le is lehetnám betonozni. És akkor... fél pillanat türelmet kérek tőletek, mert föl fogok olvasni valamit. Hogy vélekednek rólatok a politikusok? A levél az hiteles, azt hozzáteszem, csak tudjak belépni a saját e-mail rendszerembe, mert már azt tudom, hogy hol áll a fejem. Hát kiszivárogtatták a mi hazánkosok, többen, többtől kaptam. Én aztán leszorom, hogy mit kezd. Úgy hívják az úriembert, hogy Jó Tibor, 40 éves gépészmérnök, Nyíregyházán született, Nyírteleken nőtt föl, Szabolcsi Parasztgyerek vagyok címmel pályázott a budapesti elnöki pályázatra, pályázott a Mi Hazánk színeiben. Ő ugye a 13. kerületi egységet vezeti, 6 éve él a 13. kerületben, itt most idézek a levélből, tehát hogy milyen érdemei vannak, azt el kell rajta gondolkodni. Ajjaj, 2022-es országgyűlési választáson elmondta, hogy miért estek ki választó kerületek. Azt mondja, na gyerekek, fúhak, erős idegrendszerűek. Gyorsan kapjatok be nyugtatót. Gyorsan. Már még el is fordítaná a levelet, megvan. Csak majd próbálok ám nagyítani, mert olyan kurva apró betűkkel van írva, hogy el sem tudom olvasni.
2024-es választása már gőzelővel készül. Mindjárt keresem. Keresem azt a részt, ami rátok vonatkozik. Jó, na figyeljetek! Ezt írja magáról ez a jó ember. És hogy hogy beszél rólatok? Idézem. Sikerült beszerveznem egy rakat civil git egyletet, hogy ránk szavazzanak. Főleg Fóris Esztert és országos híveit. Létrehoztam a Facebook kommandót, amivel bevédtük előd, és főleg Dóri posztjait, amit a kampány közepette teljesen ellepett az ellenséges, bérkommentelők és trollok hordája, akiket sikeresen legyőztünk, és kiszorítottunk a Facebook oldalról. Tehát Fóris Eszternek üzenem, hogy te azért toboroztál Mi Hazánk színei mellé, hogy téged gittegyletnek hívjanak? Hát te normális vagy ember? Látod? Inkább köpködjenek rám, hogy nem álltam melléjük, mint hogy elforduljak az eszmétől, és elforduljak azoktól az emberektől, akik miatt én itt vagyok. És jövök élőzni, és ha kell, akkor kim vagyok az utcán. Nem jurtában vagyok kint az utcán, barátom, meg nem ketted magammal vagyok kint az utcán, vagy másod magammal vagyok kint az utcán, mint ahogy te. De én nem állok be a politikusok mellé. Látod, kedves Eszter? Erről beszéltem, hogy a becsületedet az ilyen gittegyletre cseréted. Sosem voltál már előttem hiteles az elmúlt 365 napban, de most már a többiek is látják, hogy miért nem. És miért nem állok be ezen emberek mellé? Engem ezek nem érdekelnek. Te még mindig a oltásnál tartasz, aztán kicsit nagyobb a probléma. Te még mindig egy éve a vakcinázás ellen ajvékóz, közben kifosztották a magyarokat. El lehet rajta gondolkodni. Aztán most el lehet mondani, ki a hülye. Kettőnk közül. Mert tudod, én bármikor a tükörbe nézek. Bármikor. Veled ellentétben. Gyerekek, kiszok egy kis Red Bullt, mert szárnyakat ad, mert mindjárt megyünk közvetítésre. Mindjárt visztek benneteket a... Hova is visztek? Esztergomba, bazilikába. Mindjárt. Mindjárt mi se lesz? Hát innom kell gyereket, mert még el kell röpülnöm. Meg még hazáig. Tudomásomra jutott két nappal ezelőtt, és ezen fölháborodtam, hogy a rendszerváltós kitűzők 18-án, 19-én pénzért lettek árulva. Ezek a rendszerváltás kitűzők, ezek nem a mi kitűzőink, mert aki ismer, az tudja, hogy akárhányszor rendeltünk, mi soha nem kértünk érte egy forintot sem. Ez az én tudtam és beleegyezésem nélkül lett értékesítve, és ezen csoporttagokat, akik ebbe közreműködtek, ezen csoporttagoktól én elhatárolódok. Tehát ne rajtam kérjétek majd számom, mert erről én most tudtam, még egyszer mondom, két napja, utolsó élőzés után hívták föl rá a figyelmet, tehát kedden hívták föl rá a figyelmemet, és ezért nem járultam hozzá, és ha még egyszer ilyent láttok, bármikor, bárhol, basszátok úgy szemközt, hogy kiköpje a pirosra. És az se baj, hogyha komplett protkó cserét kell nála alkalmazni. És erre biztatlak is benneteket. Tehát az ilyen emberektől nekem hány ingerem, meg magyarul falusiasan mondva, okáthatnékom van. Okáthatnékom. Soha nem adtuk a kitűzőket pénzért. Soha. Ha adtam, mert most is még egy pár embernek tudtam adni, azt én nagyon szívesen adtam.
Úgyhogy ha ilyen van, és lesz, akkor vágjátok szemközt az illetőt, de úgy mondom, kiköpje a pirosra. Hogy a kedve is elmenjen. A meggazdagodástól, meg a harácsolástól. Mert ha lett volna benne egy csöpnyi gerinc, és nem élősködni akart volna, akkor odajön és elmondja. Jó? Szóval, hogy érezzétek a törődést, Gulyás, vagy Kocsis törvénytervezete szerint ezentúl semmiféle ellenpanasszal nem élhetünk a közjogilag érvénytelen kalaptörvénnyel szembe. Ami azt jelenti, és még egyszer is elmondom, hogy több beadványt nem fognak elfogadni. Az, hogy a miénket elfogadták, és valamilyen oknál fogva ez most már benne van az új módosításba, azon meg nektek kell gondolkodni, hogy jó úton vagyunk-e mi, akik az igazságot szolgáljuk, mert rögtön védekeznek rá, vagy mi vagyunk a hülyék, és ez fatális félreértés, hogy ez. Ez egy normál jogrendbe beilleszthető, hogy itt nem mondhatunk véleményt. Én nem tudom. Én azt hittem, hogy ebben az országban vannak olyan emberek, akik felelősséget vállalnak a saját életükért, a saját családjukért, a saját nemzetükért. Persze mindig vannak új megmondó emberek, én ezzel tisztában is vagyok. Mindig jönnek újak, akiket követni kell. Mindig jönnek újak, akik mellé be kell állni, új eszméket képviselni, mert hát az a régi eszme az nem jó. Viszont így fogyunk el egyik napról a másikra. Így csinálhatnak azt velünk, amit akarnak. Így csinálnak szolgát a saját országunkban, a saját földünkön, a saját nemzetükből azok, akik bizalmat kaptak annak idején, hogy itt elszámoltatás legyen, hogy itt az ügynök törvény ki legyen hozva nyilvánosságra, hogy a felelősök meg legyenek nevezve. És ehelyett még mindig elmúlt 8 évezünk, kommunistázunk, azok kommunistáznak, akik kis titkárok voltak, azok, majd most a kínai kommunista egyetemének egyetemet épít Magyarországon. Bravo! És azt mondta, hogy nem volt kommunista. Bravo! Bravo Orbán! Bravo! Az állami gazdaságainkat, privatizálták úgy, hogy az a miénk volt, állampolgároké, hogy a nemzetünk földkincsét értékesítették, Orbán volt az első, aki megszavazta, igennel, határozott igennel szavazott, hogy el lehet adni a földterületet. Ez a ti miniszterelnökötök, az ilyen tróger. Akkor is átbaszott benneteket, és akkor sem mentetek ki az utcára. Majd mindent nemzeti szallagba öltöztetett, és megfosztotta a magyart, nem csak az országától, hanem a magyarságától is. A magyarságától megfosztotta az országot. Valamennyi állampolgárával együtt. Úgy, hogy azok is meg vannak fosztva a magyarságuktól, akik rászavaztak 2022-ben.
És nem tudom, hogy... Vagyunk-e annyian? Vagyunk-e elegen? Hogy a 21. század hon visszafoglalóinak merjük magunkat nevezni? A hon visszafoglalóinak. Olyan emberektől, akik gátlástalanul loptak, csaltak, hazudtak, és kihasználták azt, hogy a magyarok bizalmat szavaztak nekik. Én nem a jobbágyi társadalomra nevelem a lányaimat. Én nem akarok zsellér lenni, mint őseink. Bár lehet, hogy zsellérvér csörgedezik az ereinkbe. Én nem akarok újra földesurakat, grófokat, bárókat, arisztokratákat látni az országba, hanem épp olyan országot szeretnék látni, ahol az emberek mosolya, kézfogása, puszival üdvözlik azt, akit régen láttak. Mi háromszor megmutattuk, hogy milyen a szeretet és a béke nyelve kint a Vajdahunyad vár előtti téren. Én egy olyan országot akarok látni, ahol úgy viselkednek az emberek, mint ott. Ahol nem számít, hogy ki honnan jött, annak idején ki kire szavazott, hanem testvérként, emberként, magyarként volt köszöntve ott minden ember. Én egy ilyen országot képzeltem el. Nem hiszem, hogy ez az ország képez, csak az én álmaimba sikerül, vagy az én álmaimba létezik, hanem azt hittem, hogy nagyon-nagyon sok magyar álma egyezik az enyémmel. Viszont ahogy látom, országunk morális leépítését, leépülését, nem csak gazdasági szinten, úgy elgondolkodok, hogy ez az álom, amit többen a szívünkön viselünk, ez olyan nagy álom lenne, hogy ezt nem lehet megvalósítani. Hogy ez olyan nagy álom, amibe beletörhet a bicskánk. Hogy ez olyan álom, ahol nem tudnak az emberek ezzel azonosulni. És azután mi lesz? Majd jönnek újra a dobosok és kidobolják, hogy közhírrét étetik? A Vármegyébe az ispán úr két rossz hírt közöl. Trum-trum-trum-trum. Az egyik rossz hír, hogy él az első éjszaka jogával. De hát az ispán buzi! Na ez a második rossz híre. Szóval ebbe akarunk élni? Tehát, hogy létrehoztunk egy olyan társadalmat, amelyik magasabb, felsőbb rangúnak tartja magát a saját országának népével, a saját országának állampolgáraival szemben, ahol elhiszi, hogy jövő a hatalom, és azt csinálhat ebbe az országba büntetlenül, amit akar. Miért nem lehet őket megállítani? Hát ki mondta ezt a maraságot? Ki mondta ezt a maraságot, hogy nem lehet őket megállítani? És kell-e utcára menni? Hát ott kéne lenni, emberek. Ott kéne lenni. Ott.
És akkor meg sem mondom, hogy már az ország nagy részén több helyen ég a gabona. Már nem is említem, és akkor azt mondják a pestiek, és nem bántani akarom őket, hogy öngyulladás, te! Nekem magyarázzátok meg, öngyullad, mitől gyulladt volna meg a buza? Mitől? Szentlélek erejétől? Vagy mitől? Na nézzetek már hülyének! Atyafiak! Na nézzetek hülyének! Hát szóval... Nem tudom. És akkor térjünk vissza a mi hazánkra. Aztán ki is vasaltuk egy életre, váltok, mert rálakom magam töltőre. Töltőre, mert lemerül a telefon. Na. A mi hazánk mozgalom. De majd nyilvánosságra hozzuk a felvételt, hogy ezek is égjenek, mint a Reichstag. Ahol Torockai Báró úr a nemzet Ludas Matyiának, mármint nekem, beismerte, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen. Igen, ám a héten a DK is kiabálta a parlamentben, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen, kiabálta a DK. Hol vagytok, DK-sok? Van-e már vasvilla? Gombos esetleg, amire már leflexeltétek a gombot. A jó, sűrű. És akkor mondja Laci, hogy ugye hát igen, az alaptörvény közjogilag érvénytelen, ezt így elmondja, elnézést. Tekintetes uram mondta, most gróf vagy báró leszarom, Torockai László, tegyétek hozzá, amit akartok. Majd ez a félökör azt mondja, hogy csendőrség, elmészte az anyádba, bazd meg. Hát alig több mint 4 hónapja azt kiabáltat, hogy érvénytelen az alaptörvény. Most meg csendőrség arra az alaptörvényre. Hát kapd be a faszom. Hát micsoda magyar vagy. És ti kedves mi hazánkosok, nektek még nem volt elég az ilyen szarfaszúakból? Aki idáig ezt kiabálta? Nem volt még elég ezekből? Nem veszitek észre, hogy hülyek vagytok vézve? Palira vagytok véve? Nem veszitek észre? Hát 4 hónap ezelőtt azt kiabálta, hogy érvénytelen az alaptörvény. Most a csendőrséget akar ugyanarra az alaptörvényre. Nem látjátok át? Hát mi kell még nektek, hogy fölébredjetek? Itt te? Agyatok? Az van? Vagy csak az X-hez? A saját gyereked jövőjével. Saját gyereked jövőjével fizetsz a baromságodért. Kedves szavazó. 4 évente a választás illúzióját eljátszák veled, 4 évente vagy ember, most a jobbágyvilág küszöbén, ahol már csak egy lépés választ el a zsellérségtől. Hát még egy ilyen ország nincs Európában, de talán a világon se, ahol ezt hagyják. Hogy újra ispánok legyenek, meg rófok, meg bárók, meg az anyám picsája. Hát milyen nemzetem lett a magyar? Hát nem értem! Hát egyszerűen nem értem! Nem a Facebookon kell írogatni, hanem kimenni a parlamentbe, azt kitépni őket! Nem hagyjuk! Otthon a fotelból! Ezt kiabálja 7,5 millió magyar, hogy jaj, hát egyedül mit érek el? Hát gyerek ki, baszd meg! Azt éred el! És akkor azt mondja, ő méltósága Torockai, hogy csendőrség kell. Hú, bazd meg. Be is kötöttem magam duplán biztonsági övbe, mert 9-nél majdnem kiszálltam. Körbe kerültem az autót, az visszaülök. És akkor mi hazánkosok, meg azt írják a posztba, hogy igazad van, Laci, az anyád picsája, az, annak van igazad. Igen, ez kell, csendőrség! A gyerekek, hát benneteket sem az eszetekért szerettek, ugye? Arra már rájöttünk. Na de ekkora baromságot? Hát nem veszed észre, kedves választó, hogy itt nem Torockai
köpött benneteket szemközt, hanem ti köptétek magatokat szemközt. A saját elveddel mész szembe, és akkor azt várod én tőlem, hogy ilyen szarfaszú ganékra szavazzak, és álljak be, és miért a mi hazánk ellen bojkottál, de én nem a mi hazánk ellen bojkottáltam, te agynélküli vadbarom, hanem a komplett politika ellen, amit úgy hívnak, hogy politikus. Mert mikor nem hazudik a politikus? Mikor? Amikor alszik, bazd meg. Akkor. Aj, kintja pofáját, reggeltől este hazudik. Hát ez kellett nektek. Csak tudjátok, mi a gond? Hogy veletek együtt, bennünket is magával ránt. Ez a politikai elit, amelyet olyan boldogan, fütyűve, dalolász a kiöltözve, nyakkendő, smoking, bentetek szavazni, bazd meg. Az. Mentetek szavazni. A baromságra, az ország kifosztására adtátok le a voksotokat, öltökbe, nyakkendőbe, kisestélyi ruhába vonuláztatok, magas sárkú cipőbe. Meg kell mutatni a falunak, hogy megyünk szavazni, meg a városnak. Maradtál otthon a picsádon. Jobban jártunk volna. Hát a barom a saját jövődet adtad nekik. Arisztokráciát hoztunk létre Magyarország. Arisztokráciát! Mert ez még ki köllött, bazd meg, mint sántának a pup. Hát nem elég, hogy eddig vagyunk eladósítva, még az arisztokráciának, még addig kell pénz, bazd meg, mert még mindig nem elég neki. Jaj, nem erjedt felelősségre vonni. Báról ölőt. Hát most veszik ki. A vagyonnyilatkozatból, hogy mennyi megtakarítása, bankbetétje, meg háza van, bazd meg! Neked meg egy kurva kotorról el kell számolnod! Hát gondolkozzál, magyar! Arisztokrácia! Arisztokrácia! Hát bazd meg, rabszolgasorsba kerülünk! Nem veszitek észre? Mire megy ki a játék? Arisztokrácia! Ez hiányzott nekem! És sántálak a pup! A cím az örökletesen. Ez gróf meg báró. Ja. Hát gyerekek! Aztán csodálkoztok, hogy ki van az ember kattanva. Mert tudod, én a három gyerekemért vállaltam felelősséget. Három gyerekemért! Bocsi. És akkor? Hát, bazd meg, csendőrség. Egy közjogilag érvénytelen alaptörvénnyel működtetett gittegylet, bazd meg, amire még ő is elismeri 4 hónappal ezelőtt, egy februári estén, bazd meg, hogy hát igazad van, tényleg, hát mégis, ha így nézzük, közjogilag érvénytelen. Érvénytelen, de az indulunk a szavazáson, Laci, indulunk a szavazáson, bazd meg, most meg erre a szarra akarsz csendőrséget hozni. És akkor támogatjuk a Lacit ebbe a törekvéseibe, és már meg is alakult a csendőrség. Már meg is alakult egész országba. Hát akkor nem jelzik, hogy a csendőr picsázzon el, mind annak idején apáinkat, agyapáinkat. Hát kurva volt, nem hiányzik ez a rendszer, hogy majd néhány agy nélküli fasz, aki bárónak meg grófnak ismeri magát, bazd meg, majd azt mondja, hogy én nem mehetek ki az utcára. Hát gyerekek, ez kell nekem. Ispánia, grófok, bárók, tekintetes urak meg, tésasszonyok, ez kell. Ez meg úgy hiányzott. Mert ennél nincsen jobb dolgunk. Ennél nincsen gazdasági válság, nincs akkor a fasz, nincsen, nem számít. Eddig úszunk a szarba, meg az adósságba. Nem, ez most jött egy ilyen úri hóbort. Itte. Éjjel, ráadásul éjjel, már megint éjjel, érted? Éjjel. Mert ugye az új vakcinázási törvényt is megint suttyomba éjjel. Bazd meg, akkor éjjel dolgozik a Fidesz valamiért, én nem tudom, hogy milyen ország ez éjjel. Hát kíváncsi lettem volna, hogy abban az éjjel, mikor ezek dolgoztak, megnéztem volna a köztéri kamerákat, hogy bennülésedette a parlamentben a kurva anyját neki. Hogy szakadt volna rá a csillár.
Amikor először belépett a parlamentbe az a gerinctelen, büdös tróger banda, bazd meg! Az! Éjjel szavazgatunk törvényekről, hogy az a reggel már törvény! Ne tudjál lépni! Éjjel szavazgatunk, bazd meg! Éjjel! Már nincsen jobb dolog, aludni nem tudunk, a fasznak! Covid idején! Hát, letekerem az ablakot, bazd meg, itt van 30 fok, megdöglek! Éjjel! Éjjel szavazgatunk. Mert nekünk nincsen jobb dolgunk. Csak elgurul az embernek a gyógyszere, mert már látom megint mi fog jönni, érted? Már látom előre, bazd meg. Látom. Mondjátok. Nektek mennyit ér a saját életetek? Neked mit jelent az a szó, hogy haza? Család? Egy hon? Neked mit jelent a jövőd? Neked mit jelent? Mit jelent az, hogy felelősséget vállalni hazádért, honfitársaidért? És mit jelent az a szó, hogy élet? Hát azt gondolod, hogy nem az lesz, amit elmondtam. Hogy nem az lesz, amit már ezerszer elmondtam, és ezerszer beigazolódott. Legyen a te hited szerint. De ha úgy lesz, ahogy elmondom, akkor ne engem tegyél felelőssé. És a saját magadat. Mert én adtam helyet, időt, lehetőséget, hogy együtt változtassunk rajta. Együtt. Az, hogy te akkor nem étél, az nem az én problémám. Mármint, hogy nem étél a lehetőséggel, fejezzem ki helyesen a mondatot. De gyerekek, azért nem mondjátok el, hogy ebbe csak úgy beletörődtök. Hogy ti azt mondjátok, hogy minden fasz a minden jó, hát most ezt hozták, hát Istenem, hát ők a politikusok. Amikor megfosztottak már mindentől téged. Mindentől. Mindentől. Amikor önhatalmulag nevezik ki magukat, grófnak, bárónak, földesúrnak, amikor már urambátyámnak kell hívni ezeket a trógerokat, akik idáig köpködtél, mert kommunisták voltak, akkor ezeket majd olyan címmel ruházunk föl, mint a haza megmentői. Majd olyan színbe akarnak pompázni, olyan címert akarnak fölvenni, mint Széchenyi, Batthyány, Kölcsey, Rákóczi, vagy Kossuth, Deák. Amikor gyakorlatilag kiépítették a királyságukat, egy magánországba, magánhatalomba, úgy, hogy a nemzetet fosztották meg az öntudatától, a nemzetet fosztották meg a saját jogrendjétől, és a nemzetet fosztották meg magától az élettől. Ha ez nektek jó, legyen. De nekem nem.
És én ezt nem akarom elfogadni, hogy majd az ilyen grófok, bárók megmondják, hogy én mit tehetek, megmondják majd, hogy gyerekemet kihazadhatom férjhez, majd szabályozzák, ha kimerek menni az utcára, akkor a csendőrök szarrávernek, és majd megszabályozzák, hogy a munkámért egy tál ételt kapok, vagy esetleg húst is. Mert itt ebben az országban egyedüli rudasmatyinak én kurva kevés leszek. Hiába vannak otthon libáim, kurva kevés leszek. Hogyha ti, kedves magyarok, nem álltok föl, ezt nem basztok olyan sürgősebbikből rendet, amilyen sürgősebbikből lehet, akkor ez az ország elveszett. És hogyha azt hiszitek, még ezen törvények esetén is azt hiszitek, hogy ezt úgy sem merik megcsinálni, akkor takarodj a picsába ebből az országból. Mert vele csak többen vagyunk, de jobban nem. Ami mindig azon gondolkodsz, hogy ezt úgy sem merik, akkor vedd a cuccod, aztán húzás innen, bazd meg. Mert nem akarunk téged is az adónkból, kemény adóforintjainkból, bazd meg, eltartani. Mert olyan hülye vagy a saját életedhez, mint a segg. Sötét vagy hozzá, mint az aszfalt kint a földön. Sötét. Ha ezek azt csinálnak ebbe a jogrendbe, azt csinálnak ebbe az országba, amit akarnak, és tudjátok, hogy miért? Mert otthon mereszti a magyarság nagy része a picsáját, és várja, hogy majd a politikus ezt megoldja. Hány vármegyéje lesz az országnak? Kiszámoltátok? Hány megye fog széjjel szakadni? Jász, Nagykun, Szolnok, Szabolcs, Szatmár, Bereg, Hajdu, Bihar, Győr, Moson, Sopron. Hát nem volt még elég az ingyen élőkből? Idáig a három megye, egyet tartott el. Most már hármat tartunk el. Most már hármat. Amikor visszahozták Csanád megyét, mondtam, hogy baj lesz. Azt mondták, nem. Hát itt van. És még most se látod, hogy mit okozott ebbe az országba, milyen kárt okozott a közjogilag érvénytelen alaptörvény. Még most se látod? Akkor nyissad ki a szemed, de sürgősebbikből. Mert óriási problémánk van. Óriási. És ha nem látod és nem veszed észre, akkor a hiba nem a képernyődön van, hanem itt, amit úgy hívnak, hogy szürke állomány. Hölgyeim és uraim, kapcsoljuk Esztergom városába a bazilikát, látok, fölöltözök papnak, a stóla. Így kell viselni a stólát, igaz? Mert azért most a pap már azért öltözön nemzetibe. Római katolikus egyházba. Igazítunk. Itt tartja a papa kezét, igaz? Híveim, könyörögjünk. A római anyaszent egyház közhírré teszi, hogy az Úr 2022-es évének augusztus havában 20. napján királyválasztás lesz a Dunajegén. Könyörögjünk! Arra kérjük a jobbágyokat, zsellédeket, csónakkal, ladikkal, jetskivel, induljanak el az északi sarkra. 40 méter szer 400 méteres jégtáblát vontassanak el a Fekete-tengeren fel a Dunán épp a parlament elé. Az ünnepi ceremóniát szerény személyem fogja celebrálni déli 12 órakor a Vajdahunyad várától megindulva
az országház elé. A titkosszolgálat már előre jelentette, hogy a jégtábla el fog olvadni. Könyörgünk, uram, hogy várd meg, míg a korona a fejére kerül, és együtt süllyedjen el eme nagyszerű zselléri jobbágyi ispáni rendszerrel. Könyörögjünk! Arra kérjük a híveket, jobbágyokat, zselléreket, lőcs összekérrel, lovaskocsival, eme nemes ceremóniára az ország lakosságát házi állattal együtt felszállítatni szíveskedjék. Mert az Úr mondá, ha jöttök, lesztek, hoztok, esztek, alapon lesz élelem. Amen. Közhírré tétetik az ország területén, hogy a Magyar Katolikus Egyház az ország bohóca névé címére pócot jelölte. Aki ezen ennek jelölésnek ellentmond, az nem katolikus, és nem a keresztényi magyar társadalmat szolgálja. Áldást kérek a nemes nemzetre, jó egészséget, és minden magyarnak józabb paraszt eszet kívánok. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Közvetítést hallottatok? Hú, azt mondom, melegem van. Székesegyházból. Hallottátok, ceremónia lesz, közhírrétették, kisdobosok dobolják. Királyt választunk augusztus 20-án, bazdmeg a Duna jegén. Gyerekek, ez kell. Ez. Most még röhögünk rajta. Most még. Nehogy így legyen. Nehogy így legyen. Most már gyakorlom a papi szerepet. Bárkit összeadok, csak szóljatok. Már megy rutinból. Szóval, az a baj. Az a baj, hogy ezen még most nevetünk. Aztán lehet, hogy néhány hét múlva sírni fogunk. Ja, szerintem is az energiaitalban van valami, nem tudom, szárnyakat ad, azt mondják, szárnyakat ad. Hát most nem fél, mert még van messze vagyok otthontól. Hogyha hétfőn este indultam, ma otthon kéne réges-régen lennem. Szóval gyerekek, szerveződjetek, magyarázzátok el az embereknek, hogy mit jelent a vármegye rendszer. Nézzenek utána, hogy mit jelentett a zsellér meg a jobbágy fogalma. Mit jelentett a vármegyékbe az, hogy ez a vármegye rendszer azért nem egy idegen rendszer az országunktól. Ezzel nem lenne semmi gond. Mert ugye ezt átvette Ausztria, átvette Németország, átvette Románia. Ez nem egy rosszul működő rendszer volt, ugyanis voltak, hogy értsétek, voltak országos törvények, amely minden egyes vármegyébe lévő állampolgára vonatkoztak, és voltak helyi törvények, ami lehet, hogy azt jelentette, hogy mondjuk a Moson vármegyébe érkezők, kivétel a Moson vármegyeiek, azok 20 forint vámot fognak fizetni. Mert most ilyen úri hóborton van, hogy ilyen úthasználatra felszámítok 20 forintot. Ez egy helyi rendelet, és ezt mindenkinek be kell tartania. De ha azt mondják, vármegyei szinten, hogy be kell szolgáltatnunk a terményed 20%-át, akkor be kell szolgáltatnunk a terményed 20%-át. Ha azt mondják, hogy a megtakarításod az most jelen pillanat az állami, akkor az az állami. Jó lenne, hogyha elkezdenétek gondolkodni, hogy
így az élő után. Hogy milyen életet és milyen jövőt szánsz magadnak, családodnak, nemzetednek, országodnak. Adjon az Isten fényeket, temető helyett életet, mert kérni nekem nagy szégyen, hát adjon úgy is, ha nem kérem. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmeteket, héten már nem jövök. Ha csak nem lesz királyválasztás! Ha csak! Stólámat azért elrakom. Gyerekek, nem tudni mikor kell beüljem Erdő Péter bíboros helyre. Pillanatok alatt nemzeti szallagba. Hogy nemzeti. Ez a szó, ez annyit jelent, nemzeti. A szar is nemzeti. Meg a bohócok is, akik a parlamentben vannak. Jól kitermeltük őket. Én a hétvégén most lányaimmal leszek. Aztán jövő héten jönni fogok. Mert látjátok a pihenés. Ezektől nem lehet pihenni. Hát az ember bejelenti, kicsit visszavonulok. Szóval ilyen szarokat raktak ide eléd. Ilyen vármegye rendszert meg állampolgári törvényt. Meg alkotmányos panasszal nem éhetsz törvényt. Itt mindent lehet. Mert tudják, hogy elmentem pihenni, hát gondoltam, nem figyelek. Hol, de én figyelek. Szóval remélem, hogy Forrest-nek eljutottátok a videót. Aztán a levelet is juttassátok el, amit majd közé teszek. Jó? Ettől a jó embertől. Aztán gondolkodjatok el rajta, hogy kik mellé teszitek az X-et, vagy kik mellé tettétek le az X-et. Ha augusztus 20-án nem lesz királyválasztás, akkor az én lakodalmam lesz, jó? Még nem tudom, kit veszek el, szerintem anyám jókedvű, de valakit most az óta... Hogyha augusztus 20-án nem királyválasztás lesz, úgyis jönnek a zsellérek, parasztok, hozzák a libát, kacsát, tehenet, üszőt, bikát, disznót, tyukot, kakast, és akkor ott Vajdahunyad várná, már rendőrökkel amúgy is lebeszéltük, hogy ők is kapnak egy sátort. Jövő héten jövök. Addig gondolkodjon el mindenki, hogy jó felé tart ez a világ. És házi feladat hétvégére. Te, kedves néző, mit teszel? Vagy eddig mit tettél a saját, a családod és a nemzeted életére. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, jó étvágyat kívánok a vacsorához, pihenjetek, élvezzétek majd a hétvégét, aludjatok jól, úton lévő kollégáimnak üzenem, hogy szart a kerekek alá, és továbbra is kívánok jó egészséget nektek, illetve valamennyi a családjának. Isten veletek, sziasztok!